Magyarország, Ausztria mindig szenzáció számba ment. Mind a mai napig így van ez, akár barátságos mérkőzésen találkozunk, akár tétmérkőzésen. Akkoriban azonban az érdeklődés óriási volt. Természetesen a FTC ülőti stadionjában rendezték, a nézőtér zsúfolásig megtelt, sőt, túl volt, mert hiszen a közönség érdeklődése, még egyszer mondom, határtalan volt a meccs irány. A természetesen közvetítette. Úgy volt eredetileg, hogy a második fél időt közvetítem én. De időközben 2000 pengőt kapott de időközben 2000 forintot kapott a Magyar Rádió arra, hogy egy héttel később Torinóból az Olaszország-Magyarország mérkőzést közvetítsük. Söplin Gyula, a rádió műsorigazgatója ezért úgy döntött, hogy én az első félidőt közvetítem, és a második félidőt kollégámra, Dezső Dezőre bízzák. Így is történt. Én az első félidőben arról beszéltem, hogy a két csapat milyen szépen, sportszerűen játszik, kettő-kettő a félidő eredménye, Megnyugodhatunk, mert jó játékot látunk, és a magyar csapat valamivel jobb osztrák ellenfelére. Nem csoda, hiszen a belső ármas Szuca zsengelér puskás összeállításban játszott. Egresi csöpi volt a jobb célső, Nagymarosi játszott hátul, Rudasferi volt a jobb hátvéd. Az osztrákoknál Ocvér, Kanapi, Dekker, máig jó barátaink, Körner, Fivérek, szóval a két ország futbalistái javát nyújtotta ezen a mérkőzésen. A közönség tomboló lelkesedéssel, érdeklődéssel figyelt. Igen ám, de a második fél idő öt, ötötük percében addig Magyarországon ismeretlen szörnyűség történt. Leszakadt az ülőút, város felé eső tribünje, és az emberek árazza az udult le a lelátóról. Érdekes, hogy a mérkőzés csak néhány percig szünetelt. Közben jöttek persze a rohamosztagok, a mentők, Dezső Dezső pedig, aki a közvetítő mikrofon előtt állott, természetesen azt adta vissza, amit látott. Pánik hangulat uralkodott a leláton, ő nem tudott más mondani. Mi történt? A mérkőzés követően a Magyar Rádió vezetése eltiltotta őt a sportközvetítéstől. De Zsűröző meg sem állt egészen, annyira szívére vette ezt az eltítást. Hozzá kell tennem, ha én közvetítettem volna a második félidőt, nincs olyan szerencsém, hogy a magyar-olasz mérkőzés közvetítésére engem jelölnek ki, ha nem adják meg az ehhez szükséges forintot és valutát, akkor lehet, hogy a pályafutásom ezzel a mérkőzéssel befejeződött volna.